Fábián Gergely mellett a Tolnatai ZRT-ben tett látogatáson részt vett Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere, Berlinger Attila, a Fidesz-KDNP polgármestere jelöltje, és Máté Péter, a Fidesz frakció vezetője is. Az államtitkár úgy fogalmazott, az élelmiszeripar kiemelt stratégiai ágazat, amely nagyon fontos a vidék gazdaságának is. És nagyon fontos, hogy az élelmiszeriparunk versenyképes legyenek. Az ilyen technológiai beruházások, amelyek növelik a minőséget, növelik a hozzáadott értéket, kiemelten fontosak számunkra is. És jöttünk megünnepelni és átadni és megtekinteni az új beruházást. A Tolnatej ZRT az egyik legnagyobb és legsikeresebb magyar tejipari cég. A sajtüzemet a Nemzetgazdasági Minisztérium több mint 1,3 milliárd forinttal támogatta. Én iparpolitikáért és technológiáért felelek. Itt megjelenik mind a két cél egyben, hiszen itt technológiai fejlesztések vannak, amiket mi támogatunk. Pályázók, mint a Tolnatej adja be a pályázatot, modernizálni szeretne, és mi ebbe segítünk. Alapvetően a legjobb része a munkámnak, és az egyik legfontosabb része, hogy a cégekkel, akár helyben, de sok esetben Budapesten beszéljek, meglátogassam őket, felmérjem a problémáikat, és felmérjem azt, hogy miben tudunk segíteni mi, hogy versenyképesebbek legyenek. Horváth György elmondta, a cég a város legnagyobb foglalkoztatója és adófizetője, jelenleg több mint 500 embernek adnak munkát. Tavaly évben közel 71 milliárdos árbevételt értünk el, naponta jelenleg körülbelül 780 ezer liter tejet dolgozunk föl. Piacvezetők vagyunk egy jó pár termékben, például a trapista sajtban, ÉSZR tejben, szeletelt sajtokban, és hát 40 éve itt dolgozunk, reméljük, hogy a következő 40 évben is itt fogunk dolgozni. A vállalat 2019-ben indított egy 4 pillérből álló 16 milliárd forintos beruházást. Jelenleg elmondhatjuk, hogy 3-at lezártunk belőle, és a negyediket pedig reményeim szerint az ősz folyamán le fogjuk zárni, és hát nagyon bízunk benne, hogy utána bele fogunk tudni kezdeni az ötödikbe. A fejlesztések során az üzem nagy része megújult. Építettünk egy új sajtüzemet, teljes sajtvonallal, új fóliázóval, építettünk egy új sajt továbbfeldolgozó üzemet, benne egy több mint 700 tonnás érlelőkapacitással, a hozzátartozó légtechnikával, hűtéstechnológiával, porszánszerrel, és ezen kívül építettünk még egy új több mint 5000 négyzetméter területű raktárt, amiben 3 különböző dolgot tudunk raktározni, UAT termékeket, borított termékeket és csomagolóanyag. A Tolnatej ZRT fő fókusza a hazai piacon van. Fontos számukra a helyi közösségek támogatása is.